Tömeges koronavírus tesztelésbe kezdtek Kína fővárosában, miután már 100 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt napokban. 50 napig egyetlen új koronavírusos esetet sem jelentettek Pekingben, de múlt csütörtökön a város legnagyobb nagybani piacán újból kitört a járvány. Több általános iskola tervezett újranyitását is elhalasztották. A piaccal közvetlenül 36 esetet kötnek össze. Kínai járványügyi szakértők szerint Európából hozták be a vírust, erre utal a genomja. Az Egészségügyi Világszervezet is újabb figyelmeztetést adott ki. A járványnak még nincs vége, hiába vannak országok, ahol úgy tűnik, már túl vannak a nehezén. A WHO főigazgatója azt mondta, 2 hónap kellett ahhoz, hogy az első 100 000 esetet jelentsék. Az elmúlt 2 hétben több mint 100 000 új esetet jelentettek világszerte, szinte naponta. Azoknak az országoknak is készültségben kell maradniuk, amelyek már bizonyították, hogy fel tudják venni a harcot a járvány. Angliában 3 hónap után hétfőn nyitottak ki először a nem létfontosságú termékeket árusító üzletek. Az emberek hosszú sorokban várakoztak a bejáratoknál, hogy végre ismét kedvükre vásárolhassanak, vagy csak nézelődhessenek. Például London ikonikus bevásárlóközpontjaiban. Persze szigorú biztonsági intézkedések mellett. A Selfridges-ben például biztonsági őrök figyelik, hogy 20 négyzetméterenként csak 1 vásárló legyen. Az egyik nézelődőpont azt magyarázta, hogy csak emberek között akart lenni ismét, tágas tereket akart látni. Az Egyesült Királyságban kinyitottak az állatkertek, szafari parkok, autós mozik. A tömegközlekedés és vasúti forgalom is a rendes módon üzemel. Viszont az arcmaszk viselése mindenkinek kötelező.